Újabb uniós pénzek jönnek Magyarországra, ezt nyilatkozta Brüsszelben a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan kifejtette, Orbán Viktornak az Európai Bizottság elnökéhez címzett levele nyomán a testület lehetővé tette, hogy Magyarország előleget kapjon az EU egyik újjáépítési alapjából. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy néhány hét múlva Magyarország számára mindenfajta előfeltétel nélkül megnyílik 300 millió eurónyi forrás. Egy csodálatos példája a putyini dezinformációnak. Nézzük csak meg. Március 18-án írt Orbán Viktor egy levelet, amiben hát kéri a helyreállítási alapnak az elindítását. És most azt írja Havasi Bertalan, hogy hát ugye ennek következtében meg is kapta ezt. Két probléma van itt. Az egyik az, hogy az a pénz, amit Magyarország most valóban megkap a menekültek segítésére, az nem a helyreállítási alap. Ez ennél egy sokkal kisebb összegű, amúgy fontos alap. És a másik probléma az, hogy ezt nem Orbán Viktor miatt kapja meg, hanem az Európai Bizottság már március 8-án, 10 nappal Orbán Viktor levelének megírása előtt ezt a döntést már meghozta. Szóval ennek a világon semmi köze Orbán Viktor leveléhez. Ha Orbán Viktor szeretné az több mint 5000 milliárd forint értékű helyreállítási alapot, akkor ott nem leveleket kéne írni, hanem egy normális tervet kéne. Két alapról van szó. Tehát van a helyreállítási alap, a nagy pénz, aminek egyik része ugye hitel, a másik része pedig vissza nem térítendő támogatás, ez együtt több mint 5000 milliárd forint. Ez az, amit Orbán Viktor ügyeskedése, korrupciója és a jogállam leépítése miatt nem kap meg Magyarország most már lassan egy éve. Most sem kapja meg? Mert ugye volt erről egy vita a jelek szerint, hogy Lengyelország és Magyarország esetében is lehet, hogy mégis érdemes most a háború árnyékában folyósítani az összeget. Az a pénz, amit most folyósítanak, az egy teljesen másik alap. Teljesen másik, sokkal kisebb összegű, és ez egy olyan döntés, amit mondom, Orbán Viktor levelének megírása előtt már meghozott a bizottság.